Január 31-én, magyar idő szerint 14 óra 27 perckor lesz legteljesebb a telihold. Ilyen ritka égi jelenség utoljára 1982. december 30-án volt látható. Tarján Péter, főiskolai docens elmondta, sajnos az égi jelenségből Magyarországon nem láthatunk semmit, hiszen a folyamat csak a föld bizonyos helyeiről tekinthető meg, ez jelenleg most a csendes óceán területe ez három különböző dolognak eléggé ritkán előforduló együttállását jelenti. A szuperhold az azt jelenti, hogy a hold közelebb van a földhöz egy kicsivel, mint általában szokott. Ez azért van, mert a hold nem körpályán kering a föld körül, hanem egy enyhén nyújtott ellipszis pályán, aminek a legtávolabb és a legközelebbi pontja között kb. 10%-nyi különbség van. Tehát amikor, amikor közelebb van a hold a földhöz, akkor körülbelül egy olyan 14 kal nagyobbnak látszik, mint, mint amikor legtávolabb. És ez az azt jelenti, hogy a felülete, a látszó felülete, az körülbelül 30 kal nagyobb, és ezért fényesebbnek látszódik. A teljes holdfogyatkozás az Egyesült Államok és Kanada nyugati részén, a Csendes Óceánon, Ausztrália és Kína nagy részén, valamint az északi sarkvidéken lesz megfigyelhető. Sokan a kék hold jelenségre kíváncsiak, ami csak akkor valóban kék, ha különleges légköri jelenségekkel társul, például egy olyan vulkán kitöréssel, amelynek füstje pont annyi porrészecskét juttat a levegőbe, hogy azok megfelelően szórják szét a vörös fényt az atmoszférában. Tarján Péter kiemelte, erre most kicsi az esély, a kék hold mindössze annyiban lesz különleges, hogy több más égjelenség is kíséri majd. A kék hold az egy igazából egy megtévesztő elnevezés, ez nem jelenti azt, hogy kék színű a hold. Ez, a kék hold ez nem, nem egy csillagászati fogalom, ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy egy naptári hónapon belül kétszer van teli hold. Tehát ez a második teli hold január hónapban, az első az január második a környékén volt. Tehát nem, nem, nem kell azt várni, hogy kék színben fog világítani a hold. És a harmadik dolog ez a vérhold, ez pedig, ez pedig azért van, mert holdfogyatkozás lesz, tehát a hold, telihold esetén éppen elhalad most a föld árnyékában, ez, ez is nem egy túl gyakori jelenség. A január 31-én várható hármas jelenségnek a jelentősége inkább kulturális. Spirituális szempontból fontos, tudományos, csillagászati szempontból nincs akkora hatása.